Srimad Bhagavatamban van nagyon jó vers. There's a really nice verse in Srimad Bhagavatam. Satam prasanga mama vira samvido. Bhavati hrit karna rasayana katha taj jashanat ashapavarga vartmani shraddha raktir baktir anukramishyati. Amit azt jelenti, hogy ha valaki bakták társaságába hallja a Krisnának a kefteléseket, visszhangzik egy kicsit. Közelebb beszéljek? Nagyon bakták nem tudnak érteni. Nem hallják. Így jó? Oké. Okay. If someone hears the pastimes of Lord Krishna in the association of other Vaishnavas, akkor ennek van egy satam prasanga mama vira samvido, van egy ereje ezeknek a szavaknak. Ereje, erő, shakti. There is a strength of that words. És rögtön kelti a szívébe boldogságot. And immediately creates happiness in the heart. Hrit karna, szív és a fül. The heart and the ear. Rasayana. Ez azt jelenti, hogy mint egy tonik. Rasayana means a tonic. Lehet így érteni, ami ez a vízhang miatt? Jó, nem teljesen. Szóval a szívnek és a fülnek ezek a elbeszélése Krishnáról, az tonik szerűen hat. For the heart and the ears, this kind of description of Krishna is the effect is like a tonic. Megnyugtatja. Calms down. Meggyógyítja. Heals. És adja erőt. And gives strength. És utána mi következik? And what comes after this? Az mellett, hogy ez nagyon kellemes szívnek és a fülnek. This is really nice for the heart and the ears. Utána jön baktir, ratir, anukramishyati. Shraddha, baktir, rati. Ez azt jelenti, hogy a szívében megszületik hit, bizalom Krishnába. Then in his heart, the faith and the trust in Krishna will burn. Bhakti, mint a ragaszkodás, odaadás. Bhakti or attachment or... és szeretet. And love. Anukramishyati, egymás után fognak megnyilvánulni valakinek a szívébe, aki hallja Krishnának a kefteléséről. Anushkritmati, these things will comes after each other in the heart of the devotee. Ezért nagyon fontosak ezek az alkalmak, amikor sok-sok bakta itt van, és beszéljünk és halljunk Krishnáról. So these events are really important when we have a lot of Vaishnavas together, and we can speak and hear about Krishna and his pastimes. Ennyi volt a filozófiából. That was all about philosophy. Beszéljünk akkor egy kicsit Krishnának a megjelenéséről. And I will speak about the appearance of Krishna. Nem is megjelenéséről, hanem az előzményekről. Actually, the things what happens before it. Srimad Bhagavatam 10. énekben, második fejezetben. In the second chapter of the 10th canto, Srimad Bhagavatam. A harmadik és ötödik versekben. Text 3 and 5. Következő írja, mondja el Sukadev Goswami. Sukadev Goswami states the following things. Hogy a kamszának és a más démonoknak, a démon uralkodóknak hatására. By the effect of kamsa and other demoniac rulers. Sok bakta elköltözött Mathurába. Many devotees moved to Mathura. Mert nem bírták ezt a nyomást, a diktatúrát. Because that was too much pressure, this dictatorship was too much for them. És akkor elmentek mások királyságokba. So from Mathura they went away to other kingdoms. Ott vannak felsorolva több királyság, ahova költöztek el a bakták. And there are more kingdoms that is listed where the devotees moved from Mathura.
De utána mondja Sukadev Goswami, hogy voltak olyan bakták, akik ott maradtak. But after that Shukadev Goswami says there were other devotees who stayed there. Olyanok, mint a Akrura és a többiek. Like Akrura and the others. Mert ők tudták, hogy az Úr meg fog jelenni nem sokára. Because they knew that the Lord will appear soon. És vállalták ezeket a nehézségeket Kamsa mellett. And they accepted these difficulties on the side of Kamsa. De tanúk akartak lenni Krisnának a megjelenésének. But they wanted to be witnesses of Krishna's appearance. És ezért Shukadev Goswami úgy mondja, hogy parupasate. Shukadev Goswami says parupasate. Hogy akkor ott maradták a Kamsának a közelébe szolgálatába. They stayed near to Kamsa in his service. És mi ismerünk a történetet, amikor megházasodott Devaki és a Vasudev. And we know the story when Devaki and Vasudev get married. És Kamsa utána személyesen vitte őket palotába a szekéren. And Kamsa was their chariot driver driving them back to the palace. Közben szólt a hang, and then the sound came, amelyik azt mondta, hogy te itt most örülsz és boldog vagy ennek az esküvőnek. And the sound said, now you are happy and you are happy about this marriage. De a húgodnak a nyolcadik gyermeke megszületik, hogy megöljön téged. But the eighth son of your sister will born to kill you. És akkor bekapcsolt Kamsának a forgatókönyve. And the scenario for Kamsa switched on. A démonikus szamszkárok előjöttek. The demoniac samskars came up. És azonnal gondolt, hogy minek várjak, akkor hogyha most megölöm a húgomat, akkor meg van oldva. And he thought, why I should wait? If I kill my sister right now, then all the problems are finished. Ezeken a részleteken nem maradunk. Lényeg a lényeg, hogy a Vasudev megígérte, hogy minden gyerekét majd elhozza neki személyesen. We won't go into the details, but Vasudev promised him that he will give him all their children. Hogy öljön meg őket. To kill them. Vagy a nyolcadikat. Or the eighth one. Nem, mondta az összeset elhozza. But he said, I will bring you all our children. És mert mondta, mert végül nem a húgot öli meg téged. And Vasudev said, because not your sister will kill you. Természetesen annyira rendkívül tiszta személyiség Vasudev, hogy nagyon hatása volt Kamsára. Perhaps Vasudev is an extremely pure person, so he had a great effect on Kamsa. És mondta, hát igaz. And Kamsa said, yes, that's true. Nem a húgú öli meg engem, hanem a gyereke. Not my sister will kill you, but her child. És te egy úri ember vagy, hiszek, hogy te majd elhozol a gyerekeidet. And you are a gentleman, so I know that if you promise, then you will bring your children. Akkor most mi történt utána? So what happened after that? Az történt, aminek kell történnie. The thing happened, but had to happen. Vasudev, amikor megszületett az első fia, akkor elhozta Vasudev Kamsának. Vasudev, when they had their first son, then Vasudev take the son to Kamsa. És Kamsa teljesen meglepődött. And Kamsa was really surprised. Gondolta, hát ez milyen ez a Vasudev, hogy megígérte és betartotta a szavát. He thought Vasudev promised something and he kept his words. Hogy még lehet találni olyan rendes embereket, akik tartják az ígéretet. And he was surprised that there are still men who keep their promises. És a szíve elkezdte olvadni. And his heart started to melt. És akkor mondta Vasudevnek, hát elérzékenyült. And he became emotional. És akkor mondta, Vasudev, te olyan rendes vagy, nem kell, nem fogok megölni az első fiadat. And he said, Vasudev, you are a nice gentleman, I will not kill your first son. Mert a hang az égből azt mondta, hogy csak a nyolcadik gyereket megöli engem.
Because the sound from the sky said, "Your eighth son will kill me." Ezért majd hozzál a nyolcadikat. So it's enough if you bring the eighth one. És közben Narada Muni nagyon figyelte a történet után. Narada Muni was close by. Neki néha van ilyen szolgálat, hogy a forgatókönyv szerint történjenek Krishna lilák. And his service sometimes is to have the scenario that should happen in the way that Krishna wanted. És teljesen elégedetlen volt Kamszával. And he was totally unsatisfied with Kamsa. Gondolta, hogy még egy kicsi. He thought he needs some small thing. És a Kamsa baktává válik. And then Kamsa will turn into a devotee. Akkor elhúzódik Krishnának a megjelenése. But then Krishna's appearance will delayed. Mert vinásha csaduskritam. Krishna akkor jön, amikor a démonok már teljesen utolsó, teljesen kínoznák a baktákat. Because Krishna will come at that time when the demons are making so much suffering for the devotees. És gondolta, hú, ez nincsen rendben dolgok, kell javítani egy kicsikét. So he thought this is not going in the right direction, he should interfere. És ellátogatott a Kamsának a palotájába. So he visited the palace of Kamsa. És akkor mondta Kamsának, hú, örülök, hogy találkozunk. And he told the Kamsa that I'm happy that we can meet. És de hoztam neked egy hírt. And I brought you some news. Tudod, én itt szoktam vándorulni az univerzumba, mindenféle bolygórendszereken. You know, I'm wandering in the universe between all the planetary systems. És most épp mennyi bolygókról hozzád siettem. I just came from the heavenly planets and I was rushing to you. Mert amikor ott voltam, akkor nagyon furcsa dolgokat láttam és hallottam. Because when I was there, I saw and heard many strange things. Látom, hogy a félistenek egy ilyen kupacba összegyűltek. I saw that the demigods were get together. És valami nagyon titkosat suktottak egymásnak. And they were silently speaking to each other. Nagyon kíváncsi voltam, hogy mi lehet az. And I was really curious what happens there. Akkor elkezdtem ott nyomozni, kérdezni, érdeklődni, mi történik. I started to investigate, I started to ask questions, I tried to find out what happens. És tudod, mi derült ki? And you know what came out? Hát ezt most nem is tudom, hogy elmondjam-e neked. I don't know if I should tell you. Ugye a Narada Muni nagyon jól ismeri a démonoknak a természetét. Narada Muni is really knowing well the nature of the demons. Tudja, hol kell megnyomni a gombot náluk. He knows where to push the button. Hogy előhívjon a természetüket. To bring out their real nature. És akkor azt mondja, hát gyakorlatilag forradalom készül ellenet. And he said, practically there is a revelation against you. Hogy Brahma azt tervezte, hogy a félistenek a családba szülessenek, a te családba, a te dinasztiába. Brahma's plan is to make the demigods have birth in your family. És hogy megöljenek téged. And then they will kill you. És lehet, hogy ezek a nyolc gyerek között. So maybe in these eight children. Egyik félisten, aki megölő téged. One of them is a demigod who will kill you. So igazából egy komoly összeszövetkezés van ellened. So this is a conspiration. Jó? Oké. És akkor mondja tovább, Kamsa mondja, jó, lehet, de hát a hang az égből azt mondta, hogy csak a nyolcadik gyereke fog engem megölni, Devakinak. And Kamsa said, maybe that's the case, but the sound from the sky said that the eighth child of Devaki will kill me. És Kamsa, hogy a Narada Muni kezébe tartott egy lótuszvirágot. And Narada Muni was holding a lotus flower in his hand. És akkor így forgatta az a kezébe.
and he was spinning. És akkor mondja, Kamsa, tudnál nekem válaszolni egy kérdésemre? And said, Kamsa, can you answer my question? Mondd meg nekem, ennek a lotuszvirágnak melyik szírom egy első, melyik a nyolcadik? Tell me which petal of the first petal of this lotus flower and which is the eighth one. Kamsa elkezdte tanulmányozni a lotuszvirágot. Kamsa started to study this lotus flower. És akkor Narada mondja, lehet, hogy ez az egyes, ez a nyolcas? És akkor Narada said, maybe this is the first one and that one is the eighth one. Vagy lehet, hogy ez a nyolcas és ez az egyes. But maybe this is the eighth one and this is the first one. Látod, Kamsa, attól függ, hogy honnan számolunk. You can see, Kamsa, it depends on where you start to count. Most te elengedi az első gyerekét. Now you let the first child go away. De lehet ez a nyolcas. But maybe hogyha visszafele számoljunk. That one is the eighth one if we count from the end. Kamsa extázisba került. Kamsa became in ecstasy. Mondta, Narada. Narada. Te vagy az igazi barátom. You are my true friend. Először elároltál nekem ezek a hadititkokat ellenem. First you told me these secrets, conspiracy against me. Nagyon hálás vagyok. I'm really grateful. És most pedig rámutattál, hogy igazából összes gyereket meg kell ölnöm. And now you made me understand that I have to kill all the children. Tudtam, hogy még vannak a világban jó barátok. I knew there are good friends in the world. És Kamsa gondolta, na, akkor elindult a folyamat. So comes to talk, the whole process is started. És általában a démon, amikor kezd nyilvánítani a démonikus tulajdonságokat, akkor ezzel ássa magának a sírját. And when a demon starts to manifest his demonic nature, then it means he started to dig his own grave. Így sikeresen megölte Devakinak és Vasudevnek az első hat fiát. So finally he killed the first six sons of Vasudeva and Devaki. Aztán itt egy kicsit csinálják egy kis vizsgálatot. Hát kutatást. And then they made some research. Mert mi beszélünk a erőszakmentességről. We should make some research because we are speaking about non-violence. Krishna megszületik, milyen csodálatos. Krishna take birth, that is so wonderful. És akkor most ilyen lelkesen beszélünk, hogy ott hat csecsemőt megölték. And now we are enthusiastically speaking about six babies who were killed. Akkor milyen szívtelenek lehetünk. So how heartless are we? Ezért itt egy kicsit beszélünk, hogy kik voltak azok a hat csecsemő. So we should understand who were these six babies. Akkor meg fogunk nyugodni, hogy minden rendben van. Then we will be pacified that everything is okay. Az egész kezdődik az Úr Brahmától. The whole story starts from Lord Brahma. Az Úr Brahmának egyik mentális fia, Marici. Lord Brahma has a son from his mind, Marici. Ő neki született hat fia. And he had six sons. És mikor már elérték egy bizonyos éretkort, and after a while, akkor látták azt, hogy Brahma elkezdte szaladni a saját lánya után. They saw that Lord Brahma was chasing his own daughter. És akkor elkezdtek nevetni. And they started to laugh. Na, tudtunk. We knew. Itt van a nagyapánk, az Lord Brahman, here is our grandfather, Lord Brahma. De most hibázott. But now he made a mistake. Ez milyen vicces. And this is so fun. Hogy a saját lánya után elkezd szaladni. He's running after his own daughter. És mikor Úr Brahma látta ezt, and when Lord Brahma saw that, akkor eljött hozzájuk, és mondta, he came to them and he said, hogy valójában ti démonok vagytok. Actually, you are demons. Mert egy úriember, ő a saját főjebb valókat sose hibáztatja. Because a gentleman never see faults in his authorities.
hát van a általában a fia, hogyha apja hibázik, hogy valaki felvaló, akkor ő ezt, hogyha látja is, akkor ezt próbál elsimítani, hogy ne menjen tovább. If a son sees that his father makes a mistake, and the son try to solve the situation and try to avoid others to get to know about his fault, the fault of his father. De a démonok, ők azonnal kritizálni fognak. But the demons, they start to criticize immediately. És akkor mondta Úr Bráma, hát nektek ez a démonikus tendenciátok van a szívetekben, a mentalitás. And Lord Brahma said, you have this demoniac mentality in your heart. Shad Garba Asura, úgy hívnak őket. Shad Garba Asura, that's their names. És akkor mondta, jó, akkor most nektek majd kell születni a démon családba. So now you have to take birth in a demon family. Nincsen helyetek a filistenek között. You have no place here between here amongst the demigods. Következő születéskor. In the next birth. Mindjárt elmondom, hogy hol történt. I will tell you where it happened. De előtte el kell meséljek egy másik történetet, ami ide fog majd csatlakozni. But before that I should tell you another story, but we'll connect to this one. Maturába élt Padmavati, igen. In Mathura, there was Padmavati. Akinek a férje volt Ugrasena. And her husband was Ugrasena. És a Padmavati, ő a Vidarbából származott. Padmavati came from Vidarba. És az ő apja, az volt a neve, hogy Satyasena. And her father was Satyasena. Egyik alkalommal elhívta a lányát, Padmavatit haza, a Vidarbába, hogy egy kicsit pihenjen, legyen szülőkkel együtt. One time he invited Padmavati back to Vidarba to take some rest and be together with the family. És akkor ő eljött, ott pihent a barátnőkkel. And she came and she was resting with her girlfriends. Kimentek nagyon szép ilyen természetbe, egy ilyen kis parkba. They went out to the nature at the park. Ott voltak a folyók, a tavak. And there were rivers and lakes. Szép fák, csodálatos időjárás. And trees and beautiful weather. És a Padmavati ott ellazult. And Padmavati was she had fun there. Közben az égen repültek a gandharvák. And during this, on the sky, the gandharvas were flying. Közöttük volt Drumila Gandharva. And there was a Drumila Gandharva. És akkor ő észrevette a szép fiatal lányt. And he recognized this beautiful young girl. És gondolta, jó lenne, kicsit közelebb megismerjünk. And he thought it would be nice to get to know her more close. És Ugrasena a férjének formát, alakját vette át. And he take up the form of Ugrasena, her husband. És akkor így közelítette oda a Padmavatihoz. And in that form he went to Padmavati. Padmavati, mikor észrevette, akkor nagyon boldog volt. And when Padmavati saw him, then she was really happy. Milyen kedves az én férjem, ott hagyta a nagy dolgokat és hozzám ide eljött. My husband is so kind, he just left behind all the important task and he just came to see me. És akkor fogadta magához közelebb. And she take him close. Aztán amikor megülelték egymást, and when they hugged each other, akkor Padmavati rájött, hogy ez nem az én férjem. Then Padmavati realized that this is not my husband. De már késő volt. But that was too late. Végül teherbe esett. Finally she got pregnant. Hát elmesélte a szülőknek, mi történt. And then she told to her parents what happened. Hogy én eljöttem pihenni
otthon van a férjem, és most én terhes vagyok itt egy Gandharvától. I came to take rest here. My husband is at home, and now I get pregnant from Gandharva. Akkor a szülei mondták, meg kell szakítani azt a terhességet. Then the parents said that you should cancel this pregnancy. Hívták Ayurveda orvosokat. And they invited Ayurveda doctors. Kevertek mindenféle dolgokat, adták. And they mixed medicines and they gave her. Mondták mantrákat. They said mantras. Lényeg, hogy bármit tették, nem tudták megszakítani a terhességet. But whatever they did, they were not able to cancel the pregnancy. És egyszer csak megszólt a hasából a magzat. And from her womb, the baby started to speak. Azt mondja, hogy mit képzeltek? Nincsen semmi módszer, amit meg tudjátok engem ölni. What do you think? There are no such thing by what you can kill me. Ne is próbálkozzatok. You shouldn't try. Én hatalmas démon vagyok. I'm a great demon. Én Kalanemi voltam. I was Kalanemi. Kalanemi. És előző életben Vishnu ölte meg engem. In my previous life, Vishnu killed me. És most újra fogok születni a te gyermekként. I will reborn as your child. Hogy megöljem a Vishnut. To kill Vishnu. Ja, a démonoknak mindig van ez az illúzió, hogy megölnek Vishnut. The demons also always has this illusion that they're gonna kill Vishnu. Amikor a Duryodhanának mondták, hogy menjünk kössünk össze a Krisnát, akkor Duryodhan mondta, hú, de jó ötleted van, menjünk kössünk össze a Krisnát. Shakuni mondta egyszer Duryodhanának. Hogy Krisnát megyünk kössünk össze a Krisnát. There was one time when Shakuni said to Duryodhan, then go and put ropes on Krishna. Szóval a démonok mindig azt mondják, hogy meg össze lehet kötni, meg lehet ölni. The demons always think that they can bind Krishna or they can kill Krishna. Ezért most Kalanemi újra fog születni, hogy megöljön a Vishnut. So Kalanemi will reborn again to kill Vishnu. És amikor megszületett, and when he take birth, hát nem egyszerű dolog volt. When he took birth, it wasn't easy. Mert 10 évig volt a hasába. Because he was in her womb for 10 years. És 10 év múlva megszületett. So after 10 years he took birth. És akkor Kamsa lett a neve. And his name was Kamsa. De a Kalanemi, ő volt Hiranyakasipunak a gyereke. Kalanemi, he was a son of Hiranyakasipu. Kinek volt a testvére? Who was his brother? Prahlad Maharajnak volt a testvére. Prahlad Maharaj. Kalanemi. Prahlad Maharaj was his brother. És a versben, a Srimad Bhagavatamban a Kamsát úgy hívják, hogy Augrasena. Hogy ő Ugrasenának a fia. In the verse of the Srimad Bhagavatam, Kamsa is called Ugrasena, but means Ugrasena's son. De valójában ő Drumila Gandharvának volt a fia. But actually, he is the son of Drumila Gandharva. És akkor most visszamegyünk, amikor ő még Kalanemi volt. So we go back to the time when he was Kalanemi. Akkor ő volt Hiranyakasipunak a fia. He was the son of Hiranyakasipu. És neki volt 6 fia. And he had 6 sons. És ezek a Shatgarbha Asura, ők születik meg az ő fiaként. And these Shatgarbha Asura, they appear as his son. Mivel sons. Az Úr Brahma őket megátkozta, hogy a démonok között fogtok születni. Because Lord Brahma cursed them to take birth in a demonic family. Akkor így megszülették, sikeresen. So they took birth. De
tudták, emlékezték, hogy a Úr Brahmával jobb nem játszani. But they knew, they remembered, it's better to do not play games with Lord Brahma. És akkor elkezdték imádni. So they started to worship him. Ez is a demonikus tendencia. That's also a demonic tendency. Hogyha nem tudnak valakit legyőzni, if they can't defeat someone, akkor kezdenek hízelegni. Then they start imádni. To flatter or start to worship. És akkor nagyon komolyan próbáltak kedvébe járni. So they tried to satisfy him. Végül az Úr Brahma megjelent és mondta, kérjétek áldást. After all, Lord Brahma appeared and told them that you can ask for a benediction. Mondták, azt szeretnénk kérni, hogy senki ne tudjon minket megölni. And they said, we want a benediction that no one can kill us. Az Úr Brahma mondta, tatasztó. Lord Brahma said, tatasztó. Meg fogtok halni magától is. You're gonna die by your own. Erre Hiranyakasipu észrevette, hogy nincs rendben itt a dolog a család belül. Hiranyakasipu recognized that there are some family problems. És oda ment a fia, a unokákhoz, és mondta a következőt. So they went to the grandsons and he said the following. Ti mit csináltok? Átléptétek a nagyapádnak a fejét. What are you doing? You just step over the head of your grandfather. Ti imádtok az Úr Brahmát, az helyett, hogy engem imádjatok. You are worshiping Lord Brahma and you are not worshiping me. Ti igazi démonok vagytok. You are real demons. Mondta a fő démon. That was said by the main demon. Ezért titeket meg fogok átkozni. So I will curse you. Ugye nem lehet őket megölni. It was impossible to kill them. És akkor mondta, el fogtuk aludni, és nagyon-nagyon sokáig fogtuk aludni a Patala lokán. So he said, you're gonna fall asleep, and you will sleep for a long, long time in Patala loka. És amikor a démonokat már megátkoznak, akkor egy kicsit ébrednek, hogy most rosszat csináltunk. When demons are cursed, then normally they woke up, they understand they did something wrong. Elkezdtek kérni a Hiranyakasiputól, hogy kegyelmez, légy szíves, legalább akkor csinálj meg, hogy ébredjünk fel valamikor. Hogy so most... they were begging for the mercy of Hiranyakasipu, please let us wake up sometime. Majd egyszer fel is fogtok ébredni. And then Hiranyakasipu said, okay, once you're gonna wake up. De azért, mivel ti olyan tendencia, ahogy rendelkeztek, mert igazából az a tendencia, ami a Brahma, Úr Brahma felé volt, az ott most is ugyanaz történt igazából. So actually that was the same tendency, but they had towards Lord Brahma, now the same thing happened. So előjön a démonokból, ez előjön. Because demons are just, you know, coming up again and again. És mondta, ezért ti következő életben a saját apjátok megöli benneteket. So because of this, in your next life, your own father will kill you. És majd utána fogtok kerülni már az eredeti helyzetetekben. And after that you can go back to your original position. Következő életben Kalanemi ki lett. So in his next life, Kalanemi become who? Kamsa lett. Kamsa. És ezek a hat fia, and Shatgarbha Asura, his previous six sons, the Shatgarbha Asura, azok az ő fiai voltak. They were his sons. És akkor ezért őket felszabadította. So that's why he liberated them. Utána a hetedik re, a Devaki a méhébe bement Ananta. The seventh child in Devaki's womb was Ananta. A cserek magyaráznak, hogy a Devaki, ő bhakti. The Acharyas describes that Devaki, she is bhakti. És mielőtt megnyilvánul Krishna, először meg fog nyilvánulni Ananta. Before Krishna manifest himself, before that Ananta will manifest. Mert ő megtisztítja. Because he's the one who purified. Megtisztítja, hogy utána lehessen fogadni Krishnát. He's the one who purifies
to make everything ready to accept Krishna. És ezekről meséli Shukadev Goswami. And Shukadev Goswami is speaking about this. Hogy Ananta bement a Devaki méhébe. Ananta went into the womb of Devaki. És utána mi már tudjunk, hogy hogyan született meg Krishna. And then after that we know how Krishna gave birth. És utolsó, amit még elmondom, hogy hogyan történt, hogy mi ismerünk ezeket a történeteket, a Srimad Bhagavatamot. And the last thing that I would like to speak about is how it happened that we know these stories from the Srimad Bhagavatam. Srimati Radharani-nak van a Shuka, papagáj. Srimati Radharani has a parrot named Shuka. Aki mindig tanú Radha Krishna kerteléseknek. Who is always learning Radha Krishna pastimes. És akkor ő, mikor látja, akkor elmegy, és akkor elmeséli más papagájoknak. And when he sees the pastimes, then he fly away and tell the pastimes to other parrots. És akkor utána már mindenki tudja. And after that everybody knows. Volt, amikor eltévedt az a Shuka. There was a time when Shuka lost his way. És berepült Krishnának a kertjébe. And he flew into the garden of Krishna. De Shuka általában tudta énekelni Krishnának a nevét. Krishnának a nevét általában énekelte. Shuka generally sings Krishna's names. Mert ezt tanulta Srimati Radharanitól. Because that's the thing what he learned from Srimati Radharani. És Krishna, amikor sétálta, akkor hallotta, hogy valaki az ő nevét énekel. So Krishna was walking and he heard that somebody is singing his names. Először gondolta, hogy lehet, hogy ez a Srimati Radharani, mert pontosan úgy mondja ki. First he thought that might be Srimati Radharani because the voice is exactly the same. Elkezdte keresni. So he started to search for her. És utána csak észrevette a fán ágakba egy papagájot. And then he saw this parrot on the branch of a tree. Nagyon tetszett neki, gyorsan elkapta. And he really liked it, so he catched the parrot. És akkor mondta neki, akkor folytas, Krishna, Krishna, Krishna. And told him, okay, continue, Krishna, Krishna, Krishna. De közben Srimati Radharani észrevette, hogy eltűnt a Shuka. Meanwhile, Srimati Radharani recognized that Shuka is missing. És akkor elküldte a Visákát, hogy keresen meg. So she sent Visáka to search for the parrot. És akkor keresték, végül eljöttek, mert hallották, hogy a gopik, hogy valami van papagáj Krishnának. So they were searching and finally they get to the garden of Krishna because they heard that Krishna has a new parrot. És akkor észrevették, ott van tényleg Shuka. And they recognized that really that's Shuka. És akkor mondták, add ide nekem gyorsan, elviszünk, ez a mi úrnőnek a papagája. And they told him that give it back to us because that's a parrot of our queen. Krishna azt mondta, nem, ez az én papagájom. Krishna said, no, this is my parrot. Látjátok, az én nevemet énekel. You can see he's singing my names. És mondta, itt álljatok itt, én itt. And he said, you should stand over there, I will stand here. Én kinyújtom a kezemet. And I will put my hands away. Ti hívjátok, hogyha elrepül hozzátok, akkor mi elvihetek. You call him, and if he fly to you, then you can take him. És elkezdtek hívni. So they started to call the parrot. És akkor Shuka elkezdte repülni volna. And then Shuka started to fly. De Krishna fogta a kezébe. But Krishna was holding in his hand. És akkor észrevett a gopik, mondta, hogy nem adod oda, anyukádnak mindent elmondjunk. And the gopis said, if you do not give him back, then we will tell your mother everything. És akkor utána ő odaadta. So he gave him back. És utolsó, röviden. De utána, amikor Radha Krishna befejezte kefteléseket a Balma Vrindávánban. But later when Radha and Krishna finished their pastimes in Balma Vrindávan. Akkor megkérték Shukát, hogy maradj itt. Then they asked Shuka to stay. Miért? Why? Hát te vagy tanú minden keftelésnek. Because you're the witness of all the pastimes. És majd
te kell mesélni Bhagavatamot, a legjobban ismersz. And you're the one who has to speak Bhagavatam because you're the one who knows it the best. És ő nagyon sírt, nem akarta maradni. And he was crying, he didn't want him to stay. De értette, egy fontos misszió. But he understood that's an important mission. És akkor maradt. So he stayed. És elmesélte Parikshit Maharajnak Srimad Bhagavatamot. And he told to Parikshit Maharaj the whole Srimad Bhagavatam. Ott is vannak dolgok, de most kihagyunk, már idő lejárt. There are some stories of, in there also, but our time is over. Az majd máskor. We will speak about részleteket, hogy another time. Hogyan ő született Shukadev Goswami-nek, az máskor. How he born as Shukadev Goswami. Köszönöm szépen. Thank you. Shri Radha Shyama Sundar ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaura Premanand.